Szép napot kívánunk mindenkinek, aki hallgatja a 98-os frekvencián a Hétmester lövészét mostantól két órán keresztül, vagyis 3-tól 5-ig szokásunk szerint. 0629-986-986 az SMS számunk, erre várjuk az üzeneteiteket, szintén szokásunk szerint. És az érdekesebbeket, vagy azokat, amelyek a mi véleményünk szerint jó formán hozzátesznek az adáshoz, azokat be is fogjuk olvasni, ahogyan tettük korábban is. A műsor mai vendége Csordás Attila, a Galaktika Science Fiction folyóirat munkatársa. Nagyon sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Én ugyanis, hát hogy is fogalmazok finoman, nem vagyok science fiction fan. Nagyon szeretem a science fiction-t, de nagyon sok más műfajt is nagyon szeretek, amit igazán az én szívemhez közel áll, az mindig a dráma, az mindig a megrendítő, katartikus erejű dráma. Van olyan sci-fi, amelyik hozza ezt, van olyan sci-fi, amelyik kevésbé, de alapvetően én nem kifejezetten a jövőre vagyok úgy rágyógyulva, tehát nem mondanám magamról azt, hogy én egy science fiction szakértő lennék, csak mondjuk nagyon sok olyan science fiction van, amit kedvelek. Tehát ezért is gondoltam azt, hogy nem ártana valaki a stúdióba, aki Asimovot reggelizik, Stanislav Lemet fogyaszt ebédre, és vacsorára pedig egy kis Philip K. Dick, az mindig jól jön. És én azt gondolom, hogy Csordás Attila minden igényt kielégítő science fiction szakértője lehet a műsornak a mai napon, ezért arra szólítalak fel titeket, város szerte kedves hallgatók, ahogy a 0629-986-986-os SMS számunkra írjatok meg minden nemű kérdést, amely a sci-fivel kapcsolatos, és tegyétek próbára Csordás Attilának a szakértelmét, mindazokat a kérdéseket, amelyekkel kapcsolatban engem terhelni legalábbis nevetséges lenne, azokat a Csordás Attila úgy gondolom, hogy könnyed kézmozdulatokkal fogja tudni visszapasszolni az arcotokba, legalábbis adjuk meg neki a lehetőséget, hogy a felkészültségéről tanúbizonyságot tegyen. Mi mással kezdhetnénk a műsort, mint egy definícióval? Azt gondolom, hogy mindig érdemes definiálni a tárgyat, hogy legalábbis meglegyen az illúziónk, hogy ugyanarról beszélünk két órán keresztül. Mi a science fiction? Hogyha nekem, aki nem értek a science fictionhöz, definiálnom kéne, akkor én azt mondanám, hogy mind a science fiction, amikor vagy az űrben utazunk, vagy az időben utazunk, vagy alternatív valóságok között utazunk, de van egy fontos elem, amit ehhez hozzá kell tenni, és az a technológia. Tehát ehhez minket a technológia segít hozzá, mert ha mondjuk egy skizofrén beteg, aki szintén alternatív valóságok között hányódik, vetődik, és az ő kortörténetéről szól a sztori, az még mindig egy ilyen terápiás film, még mindig egy ilyen pszichófilm, nem pedig sci-fi. Tehát, hogy az nem elég, ha valaki nagyon őrült, és így vándorol különböző idő, lét, valóságsíkok között, hanem nem árt a technológia, amely elmélyíti bennünk a benyomást, hogy ez a jövő valósága. Akkor én mondanék is erre két másik definíciót, mert hogy végtelen sok definíciót lehetne hozni a science fiction-re, nagyon sokan meg is próbálták, és nagyon nehéz is meghatározni, hogy miről is lenne szó tulajdonképpen. Az egyik az egy egészen rövid, viszont a science fiction nem más, mint az értelem tündérmeséje. Ez ellenlőbb. Ez nagyon lírai. De mit jelent? Lírai. Hát ez választja el, hogyha rövidén próbáljuk elmagyarázni a fantasy-től, mondjuk a Conan a Barbárban varázslatok vannak, addig mondjuk a Csillagok háborújában, a borzalmasan rossz első részben, bármennyire rossz, azért megmagyarázzák, hogy az erőnek milyen tudományos háttere van. De pont ez a baj. De várjuk akkor, itt viszont arról van szó, hogy a midi-chlorianos sztori azt teszi igazán science fictionné azt a Star Wars-t, ami a negyedik, ötödik, hatodik epizódok alapján még egy tulajdonképpen kvázi fantasy. Tehát ott még inkább fantasy a Csillagok háborúja, és az újabb borzalmas epizódok, tehát az előzmény trilógia teszi ezt igazán science fictionné, ahol a Jedi legenda az egy ilyen tudományos alapra kerül, és ahogy kiderül, hogy a midi-chlorián szám az dönti el azt, hogy most Jedi-je vagy sem. Részben vagy igen, Jedi. De részben azért erről később nyilván fogunk még beszélni, de rengeteg alfaja van a science fictionnek. Az egyik az űropera, aminek a tipikus példája a Csillagok háborúja, és ez azért sokkal megengedőbb, finoman fogalmazva, a tudományos magyarázatokkal szemben, mint a többi. Közben midi-chlorián ügyben lehetne egy kérdésem. Ugye az újabb epizódok, főleg a Klónok háborúja című epizód, az arról szól, hogy már tudnak arról, hogy valahol a szenátusban van egy Sith nagyúr. Tehát, hogy ott van valahol a Sith nagyúr, és keresik, hogy ki a Sith nagyúr. És hát erről szól a cselekménynek a nagy része, hogy a komplett Jedi tanács nem képes megtalálni a Sith nagyúrat a szenátusban. De hát közben
közben megtudtuk, hogy létezik ez a midichlorián. Nem lett volna egyszerűbb, legegyszerűbb a szenátusnak valamennyi tagjának megmérni a midichlorián számát, és megvan a szit nagy úr a szenátusban? Tehát, hogy ha ez ennyire tudományos, akkor miért nem tették ezt, és a komplet Jedi tanácsnak nem volt ennyi agya? Ez csak egy kérdés. Lehet, hogy George Lucastól kellene kérdezni, vagy akár azt, hogy minek kellett. De inkább egy péklapáttal kéne, jól megkérdezni a George Lucastól ezt, nem? Na, folytasd kérlek, nem akartam megakasztani. És hogyha egy kicsit hosszabb definícióról beszélünk, akkor pedig talán azt mondhatnánk, hogy a science fiction ma még nem létező, vagy föl nem ismert problémákkal foglalkozik, és azokra racionális megoldásokat kínál, vagy legalábbis magyarázati lehetőséget, vagy pedig fordítva létező, fölismert problémákkal foglalkozik, és azokra nem létező, de racionális megoldást, vagy magyarázati lehetőséget kínál. De akkor jól látom, hogy azért a három alapvető irányvonala a science fictionnek az az űrutazás, az időutazás és az alternatív valóságok közti utazás. Hát rengeteg a műfaja van most már a science fictionnek. Bővítsük ezt a kört. Egy hétig azokról, hogy milyen a műfajok vannak, de akkor említsünk párat. Vannak most például az igen népszerű különböző punk mozgalmak, ilyen a cyberpunk, amire elég annyit mondunk, hogy Matrix, mindenki tudja, hogy miről van szó. Ott mindig az alternatív valóság az, ami a fókuszban van, a cyberpunk. Illetve hát elsősorban a számítástechnika milyen hatással van a társadalomra, illetve a életünkre, illetve a digitalizálódása mindennek. De a halálnapja például egy jó példa ide, igen. Ugye a Strange Days. Igen. Az is egy brilliáns film. Abszolút. Aztán van például a steampunk, ami nem biztos, hogy mindenkinek mond valamit így első hallásra, de ha azt mondom, hogy 19. századba helyezett gőzgépek és számítógépek egy ilyen alternatív múlt, vagy alternatív jövő, amiben még mindig gőzgépek vannak, például a Nagyon rossz vadjúj vagy nyugat című film. Igen, példa, amiről az embereknek beugorhat, hogy mi ez. De például a tökéletes trükk az is steampunk. A tökéletes trükk is elég komoly steampunkos elemeket tartalmaz. Itt arról beszélünk, hogy a múltban játszódó science fiction. Tehát, hogy a múltban játszódik, amikor még olyan dolgok sincsenek kitalálva, amik ma esetleg vannak, viszont adott esetben ki vannak találva mind olyan dolgok, amelyek még ma sincsenek. Pontosan. Ennek még egy másik érdekes vonulata a dieselpunk, ami a második világháború és a jövő keveréke. Eljárja például a Sky Kapitány és a Holnap Világa. Igen. Az sem volt egy túl jó film. Igen. Aztán van clockpunk például, ami a világ mint óramű. Ennek a leírása erre, ha filmes példát nem is biztos, hogy hirtelen tudnék. Clockpunk. A világ mint óramű. Csak egy röviden a koncepciójába ennek veszes be minket, kérlek. Hát ez úgy írható le, hogy a steampunknak tulajdonképpen egy oldalága, és rengeteg, ugye a steampunknak is most már egyre inkább a formatervezés irányába elmozduló dolgai vannak, és ezek a clockpunkosok az órákra gyógyultak rá, és egyrészt vizuálisan az órák nagyon meghatározóak, mert nem másrészt pedig a világ felépítését is egy ilyen mindenhol rugóra járó, mindenhol ezek alapján működő, az óraszerkezethez hasonlóan működő dolgokat írnak le benne. Aztán van egy nagyon határozott alfaja, amely az emberi válással foglalkozik, de egy nagyon sajátos aspektusba helyezve ezt, ahol az ember veszi át Istennek a szerepét, az ember szerepét pedig a robotok veszik át. Például a mesterséges értelem említhető meg itt, ami a robotikának az egyik fontos ilyen kulcs momentuma volt a sci-fi történetben, de hát általában el lehet mondani, hogy azt gondolom, hogy itt az Asimov az, akinek a nevét elsősorban meg kell említeni. Itt van a Nagyon rossz Én a Robot című filmfeldolgozás, és a filmekről beszélünk. De a gép is nem sok köze van az eredetihez, tehát az irodalmi alaphoz. Hát a címen kívül nem olyan sok. Igen, de hogyha jó példát akarunk hozni az ember és gép kapcsolatának vizsgálatára, akkor mondjuk a David Cronenbergnek a filmjeit emelhetjük ki, aki mondjuk egy 20 évvel megelőzve a korát Videodrome című filmbe, egyrészt a média és az ember kapcsolatát vizsgálta, másrészt pedig a géppé válás és az ember kapcsolatát vizsgálta, ami később mondjuk az Existence című filmben szintén előkerül. Már ott inkább az alternatív valóságok azok, amik dominálnak. Ott tényleg mikor vagyunk bent, mikor vagyunk kint, mikor történik velünk, és egyáltalán létezik-e olyan, hogy primár valóság és annak az abból
képzelt hallucináció, hanem hogy így mindenen belül egy ilyen végtelen fraktálban csavarodó hallucináció örvény, amiben vagyunk valójában. Vagy valami ilyesmivel, ilyesmi gondolattal játszik az a sztori. Igen, és hát visszatér benne az állandó David Cronenbergi motívum, az élőgépek. Ugye, hogyha nem tudom, emlékeztek-e, láttátok-e a filmet, de félig élő dolgokon keresztül kapcsolódnak föl ezekre az alternatív valósághálózatokra. A Zoli írja nekünk, hogy a Dark City az kifejezetten egy clockpunk. Hogy, igen, a, hogy az óra, ott erre az óra. Mondható, igen. Igen, igen. Tehát azért, a filmes példát kell mondani. Azért a filmek mindegyik műfajból rámentek egy-egy darabra. Azt igen, mondani. Igen, aztán most rendkívül divatos a posztapokaliptikus science fiction, hogyha az Út című filmet hozzuk csak példának. De a posztapokaliptikus science fiction az miben különbözik az antiutópiától? Hol van a különbség? Szerintem ez alapvetően onnan eredeztethető, hogy ez tulajdonképpen hidegháború science fictionnek indult, ha belegondolunk a Doctor Strange Love című film, amit Eller Eddyről szólt tulajdonképpen. Nem Werner von Braunról véletlenül? Nehéz megmondani. Mindegy, a kettő egyvelege volt a figura tulajdonképpen, de rengeteg ilyen hidegháborús film volt az 50-es években, a világok harcától kezdve. Kaptunk egy SMS-t. Sziasztok! Kérlek, magyarázzatok el, hogy ezek a műfaji elnevezések hogyan épülnek fel. Bocsássatok meg a tudatlanságomat, de ebben az értelemben mi az, hogy punk, kérdezi tőlünk Lehel. Tehát miért punk? Hát kezdjük ott, hogy ez nem egy műfaj, hanem a science fiction önmagában egy tematika. Mondjuk filmes tekintetben lehetünk megengedőbbek, és mondhatjuk, hogy műfaj, de irodalomban ugye a líra, dráma, etika a műfaj. Science fiction az egy tematika, de gondolom, hogy onnan eredeztethető, egy Bruce Bethke nevű ember találta ki a cyberpunknak a fogalmát, és gondolom, hogy ez egy novella, a Cyberpunk című novella, amiben fiatal lázadó gyerekek törik föl az iskolai hálózatot, ha jól emlékszem. De például a steampunk, és a steampunk meg a clockpunk, az már inkább igazából a cyberpunkhoz képest. Hoz képest, hát, teljezik el magukat, és ezért kapták a punk nevet. Igen, igen. Képesek vagyunk a jövőbe látni? Tehát ez egy reális koncepció a mi részünkről? Vagy ez semmi más, mint szórakoztató irodalom és szórakoztató iparág, hogyha már a filmekre nagyon jó, gondolunk. Hogy felhoztad ezt, mert például a science fiction írók mindig felháborodnak azon, amikor számon kérik rajtuk, hogy nem jól jósoltad meg a jövőt. Erre elég csúnyán szoktak válaszolni, hogy ki akarta jósolni a jövőt. Na. Ugye a science fiction mindig a jelenről szól, vagy legnagyobb részben a jelenről szól, szögezzük le. Általában a jövőbe vetíti a jelen problémáit, és úgy mutatja meg, hogy milyen kifutásai lehetnek a jelen problémáira, hanem kezeljük őket. Nagyon érdekes, hogy hogyan képzeljük el a jövőt, és sokat mond el rólunk, hogy milyen módon képzeljük el a jövőt. Például az egyik legnagyobb science fiction közhely az a háromdimenziós városi közlekedés. Ugye a mi világunkban 2D-ben zajlik a városi közlekedés, tehát le vagyunk ragadva az aszfaltra. De a science fiction, az első számú fantázia a jövővel kapcsolatban az, hogy mi elemelkedünk a talajról itt a városban, és repülő autók, amik a különböző magasságokon különböző közlekedés. Tehát, hogy gyakorlatilag 300 méteren belül minden egyes, nem tudom, 10 méteres metszet az egy-egy közlekedési univerzum. És az azok közti átjárásnak is megvan a maga kressze, ugyanúgy, ahogy az adott síkon való mozgásnak is megvan a maga kressze. Hát mondjuk két filmet lehet megemlíteni, hát a Szárnyas fejvadász, meg az Ötödik elem. Hát az Ötödik elem az gyakorlatilag, ugye a Ötödik elem az a napfényes pólusát próbálja meg megteremteni a Szárnyas fejvadásznak, ami a sötét oldal, ugye. Ez az érme két oldala. Vagy például a mozgó járdák. Na, az is egy science fiction közhely. Tehát érdekes módon a fantáziánk az mindig a látványos külsőségekre megy rá. Tehát mindig a látványos, a mozgalmas dolgokban akarjuk meglátni a jövőt, vagy a jövőben a mozgalmas dolgokat, és például olyan dolgok sokkal kevésbé voltak népszerű jóslatok, bár létező jóslatok voltak, de senkinek soha eszébe nem jutott különösebben felkapni őket, különösebben hivatkozni rájuk, vagy különösebben megfilmesíteni őket, mint például a megvalósult jóslatok, mint az internet, amelyben végül is hát létrejött a kollektív tudat. Ami egy álom volt, az már a hát többé-kevésbé megvalósult, tehát már gyakorlatilag összekapcsolódtak a kis egyéni tudatok egy nagy hatalmas hálót létrehozva. Itt azért mindenképpen említsük meg William Gibsonnak a nevét, aki nem is a kitalálója, de mindenképpen a leg
inkább népszerűsítő, legikonikusabb alakja a Cyberpunknak. Ő készítette a Neuromance című regényt 1984-ben, ami egy vicces év, ugye, mert ekkor játszódik George Orwellnek az azonos című regénye, és amiben az internetet jósolja meg tulajdonképpen már 1984-ben, ami persze nem sokkal később indult is, de kisebb körökben, de a társadalmi következményeket kiválóan jelenítette meg már előre. Hát az internet az, ahol mindenki, végre valóban mindenki sztár lehet 5 percre. Az internet az a médium, ahol, de ez egy létező science fiction toposz, hogy megszűnik az újságíró, és megszűnik az újságolvasó, és mindenki újságolvasó, és mindenki újságíró, mindenki sztár, és mindenki rajongó, és percről percre, vagy akár másodpercről másodpercre váltakoznak ezek a helyi értékek. Tehát abban a pillanatban, amikor te írsz egy blogot, és más kommentel hozzá, te vagy az újságíró, és más az olvasó, de közben te hivatkozol valami másra, vagy oda kommentelsz valahova máshova, oda linkelsz valahova máshova, ahol már valami egészen más a helyi értéket. Ilyen módon a helyi értékek első lépésben felcserélhetőek, és folyamatosan mozgásban vannak, hosszú távon pedig széthullanak. Nincsen értelmezve az internet korában arról beszélni, hogy én újságíró vagyok, én internetes újságíró vagyok, én meg internetes újságolvasó vagyok. Mindenki ír és mindenki olvas, az interaktivitás már nem egy aktus, az interaktivitás egy folyamatosság, egy állandóság. Mindenképpen érdemes még az internettel kapcsolatban megemlíteni egy jóval korábbi írást, a Frederick Brownnak a Válasz című novelláját, amit könnyen el is olvashattok, hogyha rákerestek az interneten, ami egészen rövid és arról szól, hogy létrehoznak egy minden eddig információforrást összekapcsoló gépezetet, és amikor elkészül, bekapcsolják, és meg első kérdésként természetesen megkérdezik, hogy van-e Isten, mire a válasz az, hogy már van. Azáltal van Isten, hogy most megteremtették. Így van. Tehát, és ezt valójában Isten válaszolja, hogy igen, hát most teremtettetek meg. Igen. Aztán van egy még egy nagyon érdekes, és talán a legérdekesebb, vagy legspeciálisabb irányzata a science fictionnek, amikor belső utazás zajlik, amikor a science fiction meg a spiritualizmus vagy miszticizmus közötti határ az, ami ledől. Amikor az utazás az nem az a külső valóságban, akár az időben, akár az űrben, akár valójában objektív módon létező alternatív terek között zajlik, mint például a Matrixban, hanem valamiféle belső térben, valamiféle belső világban zajlik az utazás, mint például a 2001 űrod összeja esetében. Vagy mondhatnánk akár például a Tarkovszkijnak a filmjeit, a Solarist, vagy a Stalkert, de kicsit ilyen mondjuk a Kapcsolat című film is, ami a kiváló neves csillagásznak és ismeretterjesztőnek, Arcagannak a regényéből készült. A Jodie Foster-es film. Adaptáció, igen. Ahol azt hiszem, hogy speciális ezekben a filmekben, hogy mindenki Istent keresi, vagy az űrben, vagy a zónában, vagy valahol, de Isten nem olyan módon viselkedik, mint ahogyan azt képzelik róla, vagy ahogyan egy ilyen nagyon nagyobb költségvetésű science fiction filmtől elvárható lenne. Tehát nem fog valamilyen módon megjelenni és uralkodni, hanem rejtek utakon nyomokat hagyva maga után szökik, menekül a fürkésző tekintet elől. Tehát, hogy pont olyan, mint a valóságban, hogy ha nem keresem, akkor mindig itt van. Szinte érzem is a jelenlétét. Abban a pillanatban, hogy elkezdek fókuszálni és próbálom megfogni, hirtelen valami banális dolog lesz ott a helyén. És valahogy valami ilyesmi zajlik, hogy keressük a, persze fogalmazhatunk úgy is, hogy Istent, fogalmazhatunk úgy is, hogy a lelkünket, két esetben ugyanarról az entitásról beszélünk. Keresünk valamit, ami nem megfogható, és ezáltal nyilván meg sem találhatjuk, de maga a keresés aktusában van jelen, vagy és a nyomokból, amiket hagy maga után, azokból következtethetünk rá az ő jelenlétére. Szóval valami ilyesmiről szólnak a Tarkovszkij filmek is, meg a Kubricknak a filmje is. És ezt mondjuk ki azért, hogy bár sokkal kisebb költségvetésből készülnek, azért ugyanannyira izgalmasak tudnak lenni ezek a filmek is. És azt még azért mondjuk el, hogy a belső világegyetem az ugyanolyan végtelen, mint a külső világegyetem, amit egyébként vicces módon egy 1966-os Vérbeli hajsza című miniaturizációs science fictionben mondanak ki így szó szerint, ami inkább egy hard science fictionnek, tudományosabb science fictionnek nevezhető,
de... Én azt gondolom, hogy a science fictionnek mégiscsak valahol ez a csúcs teljesítménye. Tehát, hogyha van, ha van kifutása a science fictionnek, akkor az ez az irány. Hát mivel ez független a technikától, ez igen, örökké igen, való. Itt válunk le a technikáról. Ami nagyon érdekes az az, hogy az ember hogyan tudja modellezni magát. Mondom, nekem még ez az, ami nagyon kedves a robotikában. Hogy az ember, amikor istenné válik, és megteremt egy teremtményt, ami a robot, akkor a robot az hogyan megy keresztül az emberré váláson, és hogyan áhítozik az emberré válás iránt. Például Data parancsnok helyettes a Star Trekben, aki minden áron emberré akar válni, pont úgy, ahogy az ember meg minden áron meg akar istenülni. Vagy mindenképpen említsük még meg a zseniális Szárnyas fejvadászt, amikor a Roy Betty a végén erkölcsi fölénybe kerül. Igen. Rick Deckarddal szemben, amikor annak ellenére, hogy megöli a társait, ő megmenti az életét a film végén. És aztán pedig már jóval később derült ki, hogy maga Rick Deckard is egy replikáns volt. Egyébként mi a különbség a droid, a replikáns, meg a van még jó pár kifejezés. Hát alapvetően android, beszéljünk két dologról, a robotról és az androidról. Az android az alapvetően emberszerűnek kitalált, emberszerűre formált robot. Tehát a robot az egy gép, ami szolgálja az embert, az android pedig egy ember formájúra készített, emberszerűre készített robot. És a replikáns az egy android, igen. Az egy android, csak az a Philip K. Dicknek az androidja. Igen, értem. Hát akkor most hallgassatok meg egy kis hírblokkot, meg egy kis reklámblokkot, de azt követően mi visszatérünk, és a science fiction-nel kapcsolatos újabb okosságokat ismertetünk. Miközben arra kérünk titeket, hogy a 0629986986-os SMS számunkra írjátok meg a kérdéseiteket, és a hozzáfűzni valóitokat mindazokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyek érintenek, érdekelnek titeket, vagy amelyeket mi kifelejtettünk az elmúlt fél óra folyamán. Science fiction szakértőnkkel, a Galaktika munkatársával, Csordás Attilával. Kaptunk egy SMS-t, ami nagyon a témánkba vág. Sziasztok! Az Őslakó, vagyis a Man from Earth című filmet mennyire lehet szifinek nevezni? Kérdezi a kedves. 100%-ig. Ezt szerettem volna még ajánlani. Véletlenül tudom, hogy Attila egyik kedvencéről van szó. Abszolút az egyik kedvenc filmem. Ez tipikusan beilleszthető ebbe a Inner Space belső tér irányzatba, amiről korábban beszéltünk az előző blogban, a Stalker Solaris 2001 tökéletes párja. Aha. Itt arról van szó, hogy egy ember, aki még az őskorban született, tehát antropológiailag azonos velünk, de éppen hogy, az valamiért nem öregszik, megállt az öregedésben, és itt van velünk az egész... És az egész világ történelmet. Egész történelmet áthatóan jelen való, és hogy ő hát félig meddig Isten. Az egész emberiség benne egyesül. Minden, ami valaha történt, az ő benne lerakódott, és ő benne... Nem akarok spoilerezni, de nagy kérdés, majdnem erről van szó a filmben. Nagy kérdés, hogy az ember és az Isten között hol van a határ, és ezt a science fiction úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben hivatott ezt a határt, ezt felépíteni, ezt igen, akár megvalósítani, akár odébb, jobbra-balra odébb kurcolni, akár lebontani. Tehát, hogy mindenféleképpen ezzel a határral mahinálni, ezzel kapcsolatos szellemi manővereket végrehajtani, ez a science fictionnek az egyik fontos küldetése. Abszolút, hát ha megnézzük a legkomolyabb, leghíresebb science fictionöket, elég csak a Dűnét megemlíteni például, de hivatkozhatunk ebből a szempontból, ha filmekről van szó, a Matrixra is, mindenhol végülis a Krisztus történetnek egy újraélése van bizonyos aspektusból, vagy a megváltó történetnek. Neo is ugye egy megváltó figura tulajdonképpen, illetve hát a Dűnében a főszereplő Paul Atreides, akiből aztán a Kvisatz Haderach lesz, aki egyszerre van mindenütt egyfajta félisten. Az ember, vagy a lény, aki mindenhol ott van. Hát az biztos, hogy a science fiction az előszeretettel termeli újra Jézus Krisztust. Akár Neóban, akár Klatuban, akár Paul Atreidesben. Tehát a Krisztus újra meg újra visszatér. Igen. Ami még érdekes lehet a jövő felmérésének, a jövő felbecsülésének a tekintetében.
a számos antiutópia, vagy a science fiction határán billegő alkotás, az, ami foglalkozik az ember kiszolgáltatottságának a problémájával, azzal, hogy az embert megfigyelik folyton, mindenhol jelen vannak, mint például az 1984-ben vetődik ez fel, lépten nyomon különböző technológiák segítségével csipet ültetnek be a bőre alá, és azzal úgy lenyomatát, meg a retina lenyomatát azt mindenhol őrzik, és azt mindenhol bevizsgálják, hogyha különböző zónák határait akarja átlépni, vagy közlekedni akar, vagy be akar menni a hivatalba, vagy valahova. Tehát hogy ez a teljes kontroll, ez a bezáruló tér az ember körül, ez a science fictionnek az egyik nagyon fontos témája. Mostanában különösen aktuális, ugye, hogy felmerült például az RFID bőről átültethető csippeknek a problematikája, amivel az egész világon bárhová mész, folyamatosan követhető, vagy ennek ugye egy elődje a mobiltelefon. Hát erről van szó, tehát mi szükség van csippeket beültetni erőszakkal az emberek bőre alá, mikor az emberek boldogan hatalmas pénzekért vásárolnak a saját maguk számára megfigyelési eszközöket, amelyekkel aztán őket nyomon lehet követni. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy hatalmas pénzekért lehet az embereknek eladni a mikrocsipeket, amiken aztán meg lehet figyelni őket. Tudhatjuk jól, hogy a mobiltelefon az egy lehallgató készülék, tehát amíg elektromos áram kapcsolja össze a mikrofont azzal a relével, amivel vesszük az adást, tehát ami a vételre alkalmas, odáig a mobiltelefon akár kikapcsolt állapotában is, hogyha a aksit nem vesszük le róla, az egy lehallgató készülékként képes funkcionálni. Tehát rádióműszerészek képesek arra, hogy lehallgassanak téged a kikapcsolt mobiltelefonot segítségével. Ja, tehát az internet is azért egy elég komoly területe annak, hogy hogyan figyelhetnek meg. Ez egy visszatérő motívum a science fictionben, de elég a Cory Doctorovnak a Kis testvér című regényére gondolni, vagy David Blaine-nek a Dettójára, aminek egy borzalmas hasonmás című filmverziója született nem olyan régen Bruce Willis-szel. Uh-huh. Nem tudom, láttátok-e? Láttuk a Bruce Willis-es filmet. Nem lehet igaz, hogy pont akkor szifisztek, írja nekünk Gergő, amikor PP kéne tanulnom magam. Hát igen, a vizsgai időszak az ilyen. Léci, jövő héten ugyanebben a felállásban ismételjétek meg, fizetnék is érte. 0629-986-986 az SMS szám, ahova várjuk az ajánlatodat, illetve hát itt lehet licitálni, hogyha azt akarjátok, hogy ez ugyanez még egyszer elhangozom. Hajlandóak vagyunk nem bejönni és megismételni az adást. Persze, hát ezért nagyon sok pénzt kell fizetni, hiszen mi nekünk akkor kell fizetni, ha nem dolgozunk. Na most, a Galaxis útikalauzban Marvin annyira emberi android, hogy depressziós lesz attól, a temérdek tudástól, ami a fejében van. A filmnél persze jobb a könyv, írja nekünk Fater. Hát ez általános, azért általában, ha megnézzük a könyveket, vannak olyan könyvek például, amiket időről időre újra megpróbálnak megfilmesíteni, ilyen a Galaxis útikalauz toposoknak. Aztán a Dűne, amiből készült ugye David Lynch féle verzió 1984-ben, ha jól emlékszem, aztán 2000 körül készítettek egy minisorozatot, és most a Téken elrabolva című filmnek a rendezője fogja egy-két éven belül megfilmesíteni újra, de hát tudjuk, hogy nem lehet megfilmesíteni, mert annyi minden van a könyvben, amit fölösleges, de azt is tudjuk, hogy újra és újra meg fogják próbálni. Na a Douglas Adams, meg a Kurt Vonnegut, azok nem igazán arra vállalkoztak vajon, hogy inkább dekonstruálják a science fiction-t? Tehát, hogy azzal, hogy elveszik a komolyságát, elveszik az élét, mint egy parodizálják, vagy megpróbálják megfosztani attól a drámától, ami a science fictionnek, annak mindig vele járója a dráma meg a pátosz. Tehát az a súly, ami a vállunkat nyomja, az évszázados teher, meg a technológia, meg a mi felelősségünk a jövő iránt. És akkor jön a Douglas Adams, meg a Kurt Vonnegut, és azt mondják, hogy ugyan már hagyjad, hát nevetséges az egész. Hát itt vagyunk, úgyis megdöglünk, semmi esélyünk, a jövő is ugyanolyan nyomorúságos lesz, mint a múlt meg a jelen. Mit tanultunk a múltból meg a jelenből, hogy a jövő is egy ocsmányundorító világ lesz, ezért aztán csak röhögjünk rajta, ne vegyük nagyon komolyan, és nehogy már elkezdjünk ilyen halálos pátoszt érezni magunk iránt, hogy itt van a robot, tehát mi már Isten vagyunk, és akkor ezzel a felelősséggel és ezzel a komolysággal kell az egészhez hozzáállni. Tehát nekem egy kicsit olyan, mintha meg akarták volna fosztani a science fiction-t nem is csak a komolyságától, hanem valahogy mindattól a dagályosságtól, amely övezi. És az a szomorú ebben, hogy van, aki például komolyan vette ezt a Mi az élet értelme 42 kérdést, és hallottam olyan szomorú sztorit, hogy volt, aki öngyilkos volt, és 42 volt fölírva a falára, mert hogy értelmetlen az élet.
42, akkor mi értelme élni? És ők, mindig vannak elég hülye emberek, bármit csinálunk. És tényleg komolyan vette, és az egész Galaxis Hudikalauszt úgy olvast el, hogy az egy komoly... Érdekes egyébként, és az is érdekes, hogy a modern irodalom elmélet az arról beszél, hogy nincsen írói szándék, hanem abban a pillanatban, hogy megírták a könyvet, és az leválik az íróról, onnantól kezdve az teljesen autonóm, az már az író azért már jót nem állhat, és ha valaki úgy olvassa, hogy az, nem tudom, hallgattam a Spiró Györgynek egy szemeszterét, ami arról szólt, hogy a Rómeó és Júlia az egy valójában egy vígjáték. És ő úgy értelmezte, és minden dialógust úgy olvasott föl, hogy ez egy vígjáték. Persze ahhoz vissza kell helyezkedni az akkori tudatállapotba, amelyben más a humor, mint ma, máshol röhögnek, mint ma. Minden esetre ő egy autonóm módon egy vígjátékként értelmezte, és hát ha úgy vesszük, lehet, hogy igaza van Spirónak, lehet, hogy nincs, de nem is ez a lényeg. Ha Spirónak ez egy vígjáték, akkor ez egy vígjáték. Tehát, valakinek hogy a modernitás... egy tragédia a Galaxis Utikalauz. És valakinek meg egy tragédia a Galaxis Utikalauz, és valakinek a magyar nemzeti hip-hopot az egy nagyon komoly nemzeti gerincű és egy nagyon komoly nemzeti identitás kovácsoló szám, és játszották is egy időben a Pannon rádióban. Hát most, érted, van, aki ezen röhög, van, aki meg... Tehát itt valahol már föl kell nőnünk ahhoz, hogy a modernitás, vagy akár fogalmazhatunk úgy is, hogy a posztmodern korában a befogadói szándék az már teljesen független lehet akár a szerzői szándéktól. Az Éli könyvéhez mit szóltatok? Egyszer nézős, de a koncepció érdekes volt. Én sajnos nem láttam még, úgyhogy nem tudok nyilatkozni róla. A halálhajó szerettette meg velem a sci-fit, írja Vilmos. Halálhajó szerintem egy kellemes film még, hogyha nem is túl komoly, de nem volt rossz. Most csináltak egy nagyon hasonló filmet Pandorum címmel, ami az Alieneknek és a halálhajónak a keveréke tulajdonképpen. Sziasztok! Szerintetek melyik a valószínűbb időutazás, a múltba vagy a jövőbe? Kérdezi tőlünk Filpó. Hát azt hiszem, hogy nyilvánvaló, hogy a múltba a valószínűbb időutazás, hiszen a múlt az megtörtént, tehát az tuti, hát arról tudunk egészen biztosan dolgokat, a jövő az meg, hát maradjunk annyiban, hogy amikor Einstein lehetségessé tette az időutazást, akkor ő hova tette lehetségessé? A jövőbe. A jövőbe. Vicces, elméleti, hogyha tudományosan nézzük, akkor alapvetően a jövőbe tudunk utazni, mert ugye, ahogy gyorsulunk, az idő is felgyorsul. Tehát a fénysebességgel mi a jövőbe utazunk. Ahogy közelítünk a fénysebességéhez, ugye egyre lassabban telik az idő. Na tessék, ennyire gyökér vagyok. Hát nyilvánvaló, hogy a múltba. Hát hova máshova, hiszen az már megtörtént, nem? Na így kérdezetek tőlem okosságokat. De egyébként az a vicces benne, hogy a tudomány azt is kimutatta, hogy egészen másképp működik a világ különböző nagyságrendekből, mert például, hogyha megnézzük kvantum szinten, akkor meg a múltba lehet, hogy könnyebb utazni. Heisenberg szerint már a múltba könnyebb. Einstein szerint a jövőbe. Érdekes? Mert na, szóval akkor arról van szó, hogyha Isten nem dob a kockával, akkor a jövőbe, ha Isten dob a kockával, akkor a múltba. Az egy igen érdekes dolog, hogy például Einstein azzal gúnyolta, ugyebár, hogy Isten nem kocka játékos a kvantummechanikát, és Rosen és Podolsky nevű munkatársaival létrehoztak egy paradoxont, hogyha egy atomból kibocsátunk két részecskét, és az egyiknek megváltoztatjuk a töltését, akkor ha a kvantummechanika igaz lenne, akkor azonnal meg kellene változni, bármilyen messze van a másik részecske töltésének is. És ez micsoda hülyeség, hát nem működhet, mert akkor a kvantummechanika, ha működne, akkor ez így lenne. És 1980-ban bebizonyították, hogy ez így van. Tehát, hogyha bármilyen messzire egy atomból két részecske szétmegy, és bármilyen messze van az egyik, és megváltoztatjuk a töltését, azonnal megváltozik a másik is, vagyis gyorsabb kommunikáció, vagy mozgás is lehetséges a fénysebességnél, már amennyiben ezt mozgásnak tituláljuk. Hát sőt, hát a kvantummechanika esetében bebizonyosodott, hogy egy kvark az egyszerre van két helyen, és nem arról van szó, hogy olyan gyorsan mozog, hogy mi nem tudunk olyan gyorsan fotózni, hogy úgy tűnik, mint a két helyen lenne, hanem az tényleg egyszerre van két helyen, és akkor van egy kép, ahol mutatja a két kvarkot, és akkor kérdezzük, hogy az ott kettő, nem az ugyanaz. Aha, szóval arról van szó, hogy onnan átment oda, csak mi nem tudtuk, hogy nem. Az egyszerre van ugyan ott a két helyen, az egy az ugyanaz. Most én ezt nem tudom fölfogni. Tehát, hogy ezt tudunk segíteni a kedves hallgatóknak, hogy hogyan lehet ezt egy kicsit is érthetővé tenni? A tudomány mindig jóval vagy a normális emberi felfogó képességnek a határai előtt jár. Ebben is segíthet például a tudományos fantasztikus irodalom, illetve a filmek, hogy megértsük a tudományt, ezért is van nagyon fontos szerepe. De például komoly kérdés az, hogy
évez, vagy amióta ember az ember és gondolkodik, azóta kérdés az, hogy a sorsunk megváltoztatható-e, vagy pedig determináltak vagyunk, amire a 30-as években a kvantummechanika megadta a választ, a Heisenberg fél határozatlansági elve, hogy nem lehet meghatározni azt, hogy mi fog történni, vagyis nem lehet determináltság, mert hogy nem tudjuk meghatározni, hogy mondjuk a sebessége és a helyzete egy részecskének egyszerre micsoda, vagy az egyiket mondjuk meg, vagy a másikat, vagyis kiszámíthatatlan a jövő alapvetően. Nagyon ijesztő, hogy az elmúlt évszázadnak az első felében, inkább úgy az eleje felé, két egymással versengő elmélet, ugye a Heisenbergi és az Einsteini elmélet váltotta fel a Newtonit. Tehát, hogyha ha így vesszük, tehát, hogy így rögtön két elmélet volt, amely a newtoni fizikát felülírta. Ez meglehetősen ijesztő. Fizikusként diplomáztam, és én sem értem, írja nekünk a Fater. Érdemes utána olvasni. Ez megnyugtat. Érdemes volt fizikusként diplomázni. Na, gratulálunk! Ezért kellett! Van egyébként ugye két sztárfizikus, most a Stephen Hawkingról biztosan hallottatok már, illetve a Roger Penrose, és van egy nagyon jó fizika tanár barátom, aki egy tudományos ismeretterjesztő, nem is tudományos, hanem tudományos ismeretterjesztő könyvüket olvasta, és ő megnyugtatott, hogy fizika tanárként egy mukkot nem értett belőle, tehát ez nem vagy egyedül vele, nyugodj meg. Érdekes kérdés továbbá, hogy hogyan áll hozzá a társadalom a science fictionhez? Illetve hát a science fiction filmekhez. Ezzel kapcsolatban például egy nagyon érdekes anekdóta, hogy mostanában volt ugyebben egy science fiction sorozat, Flash Forward, biztos sokan láttátok, hogy Robert G. Sawyer nevű kanadai szerzőnek a regényéből készült, és vele, amikor készítettem interjút, elmondta, hogy nem lehetett kimondani, hogy ez egy science fiction sorozat, mert hogy akkor nyilván arra számítottak, hogy kevesebb néző lesz, ami egy abszurdum, ugyebár, mert hogy a világ legtöbb bevételt hozó filmje az Avatar, egy science fiction film. De ennek ellenére, ha egy sorozat science fiction, arról nem lehet kimondani, hogy science fiction. De nem, lehet, hogy, azért a legnépszerűbb az Avatar, mert annyira látványos, 3D-s, azok a páfránylevelek kilógnak a képből bele az arcodba, micsoda élmény, mint egy hatalmas nagy szexuális aktus, persze szerelem nélkül, hanem egy ilyen nagy, orgazmikus nagy látvány, tehát így elélveznek a szemeik, de ezért szeretik az emberek. Tehát a science fictionnek a lényeg az pont nem ez. A science fictionnek a lényeg az, science fiction az egy intellektuális kaland. Na most az Avatar a legkevésbé, az Avatar az olyan annyira buta film, mint egy pár rendőrcsizma. Tehát ugye lehetséges, hogy a science fictionnel kapcsolatban mégiscsak létező társadalmi fenntartások az, amiről beszélünk. Abszolút, illetve hát a magyar filmeket megnézzük, mostában két magyar science fiction film is volt, Branik Rolandnak az adás, illetve Páter Sperónak az egy című filmje, ami egy kiváló Stanislav Lem írásnak, az Emberiség egy percének az egyfajta adaptációja, és mind a ketten bőszen tiltakoztak, amikor megkérdezték, hogy science fiction filmről van szó. Ehhez képest szemrebbenés nélkül a londoni Science Fiction Fesztiválra benevezték a filmjüket, mint science fiction. Tehát az azt jelenti, na, akkor mi az oka ennek? Mi az oka a társadalmi távolságtartásnak, ennek a viszolygásnak a sci-fi-től? Egészen egyszerűen szerintem az, hogy nem tudják, mi a science fiction. Rossz science fiction filmeket látnak, mert hát azért valljuk be, hogy a science fiction filmekből is rengeteg rossz. Általában véve minden műfajról elmondható, hogy a filmek 70%-a szemét. Igen, itt lehet, ez a science fiction miért lenne kivétel? Így van. Aha. A lelki épségem érdekében azonnal hagyjátok abba a műsor, túl nagy a kísértés, írja nekünk Gergő a jogász. 20 rugót kaptok zsebbe, meg egy vesét. Plusz ingyen per képviselet. Hát nagyon köszönjük. Írjatok nekünk továbbra is a 0629986986-os SMS számunkra. Várjuk a liciteket. Ezúttal nem az árvíz károsultaknak, hanem a mi konkrét megsegítésünkre vonatkozóan. Én figyelem, hogy hogyan képesek arra, hogy a jövőt megjósolják. És hát azt szoktam megfigyelni, hogy amikor megpróbálnak kihagyni egy-két lépést, akkor mindig nagyon nagyot esnek pofára. Tehát, hogy ez a dolog, ez nagyon nehéz. Már legalábbis a vizuális kultúrákban. Nagyon sokszor figyeltem meg, hogy nagyon jó science fiction filmeknek borzalmas díszletei vannak, máskor meg nagyon szemét science fiction filmeknek, ami nagyon buta filmek, vagy nagyon-nagyon tele vannak hülyeségekkel, meg parádés díszletei vannak. Tehát, hogy maga a science fiction az egy olyan kihívással is szembesíti a készítőket, hogy a filmekről beszélünk, amik a jelenben vagy a múltban játszódó filmek esetében csak pénzkérdés. Tehát a múltban játszódó film esetében egy jó ízlésű díszlettervező, aki rendes költségvetéssel dolgozik, az megcsinálja jól azt a díszletet. A jelen esetében meg annyi a kihívás, hogy normális belső tereket kell találnunk itt magunk körül, ahol forgatni lehet.
A jövőre vonatkozóan viszont álmodni kell. Tehát, hogy ott a science fiction esetében a díszlettervezőnek a szerepe az sokkal, de sokkal fontosabb, hogy megteremtse azt a dizájnt, ami a jövőben elképzelhető. És itt a jelmeztervezőről ugyanúgy beszélni kell, mint a díszlettervezőről. Igen, és ez azért is érdekes, mert mai science fiction filmeknél már szinte a jelennel kell lépést tartaniuk a tervezőknek, mert hogy annyira például az okos lakás, bemész, kapcsolódj, fölvillany, stb. Próbálják ezeket, mint science fiction díszleteket beállítani, de hát valójában ezek már létező dolgok. Igen, vagy a Star Treknek az álma, a komputer, ami mindenütt jelen van, és annyit kell mondani, hogy komputer, mennyi 350x442, és a komputer természetesen női hangon, egy nagyon kedves női hangon válaszol. És a komputer, hol van most Déta parancsnok helyettes? Déta parancsnok helyettes a gépházban van. Tehát, hogy és gyakorlatilag nincs olyan kérdés, a technikai vonatkozásban nincs olyan kérdés, amire a komputer ne tudna válaszolni. Ha nehezet kérdezel, akkor azt mondja, hogy nincs megfelelő adat a birtokában. Szóval ez az álom erről a komputerről, amelyik nem a klaviatúrán keresztül fogad be téged, hanem ilyen direkt módon lehet megszólítani, hát ez még nem valósult meg. Nem valósult meg, de erre is vannak már folyamatosan kísérletek. Nehéz olyan dolgot mondani, amit ne próbálnának megvalósítani. Még egy kérdés. A Battlestar Galacticáról mi a véleményetek? Tamás kérdezi. Kiválóan induló sorozat volt, ami hát szerintem nem lett túl jó a végére. Nagyon elhúzták. Tipikusan a tészta sorsa lett. A következő egy órában, amely még hátra van az adásból, tovább fogjuk boncolgatni a science fiction műfaját, és egy top 10-es listával is még szolgálhatunk a számotokra. Most hallgassatok reklámot, valamint híreket, és aztán azt követően mintegy 10 perc múlva visszatérünk. Csordás Attilával, a Galaktika munkatársával, akivel a science fiction világáról beszélgetünk, és próbáljuk elemezgetni a jövőt, meg a jövővel kapcsolatos komplex elméleteket, amelyek irodalmi és filmes adaptációt is nyertek. Szoktam figyelni az autók dizájnját, mert ezeket az autókat, ezeket mindig a következő 5 évre gyártják. Tehát amikor legyártanak most egy autót, akkor azt úgy gyártják le, hogy mondjuk amikor 5 év múlva kezd majd kimenni a divatból, akkor még menő legyen. Tehát mindig egy kicsit a jövőnek gyártják az autókat, sosem a jelennek. Tehát ami most a menő, azt egy kicsit meg kell haladni. És természetesen nagyon sok szempontja van annak, hogy milyen esztétikai megoldásokat érvényesítenek. Persze az aerodinamikának is vannak szempontjai, de sokkal kevésbé, mint az esztétikának, meg bizonyos értelemben a jövő kutatásnak. Tehát a szépnek is megvan a maga története és a maga kultúrája és a maga technológiája. És azt szoktam megfigyelni, hogy mindig azok az autók sikerülnek jól, ahol nem akarnak túl nagyot álmodni, tehát nem akarnak science fiction-t, hanem csak a belátható jövőre terveznek, és aztán így jön létre lassan lépésről lépésre a science fiction. Gondolom, hogy sok forrása van ennek, tehát például kutatják a különböző egyéb cégek gyártmányait, azokban megvalósított megoldásokat, azokra is próbálnak reflektálni, akkor vizsgálják a vásárlói szokásokat, hogyan reagálnak a vásárlók a csapott hátuljú autókra, a törött formájú, vagy az ilyen megtört alakú hátsó lámpákra, stb. Hát az ilyen design elemeknek a piackutatása szerintem egy nagyon-nagyon fontos eleme a formatervezésnek. Csak hogy vannak olyan autógyárak, amelyek arra vállalkoznak, hogy na igen, most megálmodjuk a jövőt, most mi nem a következő 5 évnek gyártunk autót, hanem a következő 15 vagy 20 évnek. És akkor készülnek olyan autók, mint például ez a legeslegújabb Honda Civic, ahol látszik, hogy űrhajót terveztek, tehát ők most majd kitalálják, hogy fog kinézni az autó 20 év múlva. És megvalósítják, és ordinári. Vagy például ott volt az a Renault Megane, amelyik úgy nézett ki, mint egy tank. Ott is álmodni akartak egy nagyot, valamit a jövőbe vetíteni, és mi sose sikerül. Tehát, és az én számomra ez egy fontos kérdés, ez egy nagyon-nagyon fontos, fundamentális kérdés a science fictionnek, vagy a science fictionről való gondolkodásnak. Hogy az ember alapvetően nem képes olyan módon a jövőbe látni, olyan te is mondtad, a science fiction a jelenről szól, a jelent fejti meg, és ehhez hívja segítségül a jövőt, mint egy képzetet. Tehát tulajdonképpen a jövő egy vászon, amire vetítünk. Amikor minden áron meg akarják valósítani a jövőt, hogy most van itt a jövő,
akkor mindig valami ordinári kudarc sül ki belőle, aztán végigéljük a következő 15-20 évet, megnézzük, hogy mivé alakulnak azok az autók, amik egyik kis lépésre, a másik kis lépésre járják a jövő útját, nem pedig utaznak a jövőbe, mint egy időgép segítségével, és eljutunk 20 év alatt egy valóban jövő dizájnig, ami tényleg egészen más, mint a 20 évvel ezelőtti autók, minden elemében más, és valóban megvalósul a jövő, csak érdekes módon ezek esztétikusak lesznek. Tehát, hogy egyszerűen az esztétika fejlődésén nem végig kell menni, tehát lépésről lépésre végig kell utazni, nem lehet 15 meg 20 éveket ugrani benne. És ez fontos kérdés a science fictionre vonatkozóan is. Tehát a szerzők azok folyamatosan és következetesen túlbecsülik a technikai evolúciót, amikor jövőt becsülnek. Tehát, hogy mondom, hogy te is sokszor megfigyelted már, hogy hány science fiction regény vagy film van, ami akkor, amikor gyártották, még a jövőben játszódik, ma már a múltban játszódik, hiszen 5-10 évvel később már megjósolták, hogy a robotokkal fogunk harcolni. Hát ha Terminátor koncepciója megvalósult volna, akkor itt már nem tudom én legalább 10 éve kéne, hogy folyjon a háború a robotok ellen, ehhez képest a robotok még mindig nagyon hűségesen szolgálnak minket. Mikrohullámú sütővel most melegítettem nem olyan régen egy, nem tudom én, kis forró kakaót, vagy forró csokit, vagy misodát, és abszolút nem lázadt fel, és egyáltalán nem akart engem elpusztítani, és nem kellett visszaküldenem a múltba senkit, hogy megállítsa őt, amikor még csirájában van. Hát igen, ez nehéz kérdés. Általában ugye aki egy kicsit átgondoltabban írja a science fiction-t, vagy készíti a science fiction filmeket, ebből következően nem is vállalkozik erre, hogy megjósolja, hogy milyen lesz a jövő. Ezért mondtam, amit mondtam, hogy általában a jelen tendenciáit próbálják végigvezetni, hogy milyen következmények lehetnének. Nem is volt még szó arról, hogy milyen tudománnyal köthető science fiction filmek, filmfajta van még, ami nagyon divatos, ez a környezeti katasztrófákat bemutató alfaj, ami tulajdonképpen most különösen aktuális, hogy kinézünk az ablakon, hogy mindenhol árad a víz. Most hát meg novemberi idő van májusban. Igen. Meg hatnapos vihar, ami nincs is értelmezve. Tehát az már, tehát amikor novemberi idő van májusban, arra azt mondjuk, hogy igen, ez ennek a bolygónak az időjárása, csak fél évvel ezelőtt vagy fél év múlva lenne aktuális, de amikor hat napon keresztül tart a vihar, akkor már nem tudunk hónapokról beszélni, akkor már bolygókról kell beszélnünk. Tehát ez már nem a Föld bolygó időjárása. Igen, és hát a politikusok ugye nyilván következetesen tagadják, hogy bármiféle köze lenne ennek a gazdasági tényezőkhöz. Hát de ebből csak az derül ki, hogy amikor a politikusok így kenegetik a fekáliát, akkor jó jóslatokkal élhetünk, hogy vajon a politikusok azok vajon nem üzletembereknek, meg különböző gazdasági érdekcsoportoknak és trösztöknek a zsebéből kandikálnak ki, és integetnek nekünk, hogy semmi baj, gyerekek. Ebből a szempontból például könnyű megjósolni, milyen jövő vár ránk. Ebből a szempontból nem nehéz a science fiction írók, illetve filmeseknek a dolga. A környezeti katasztrófáról van szó, de reméljük, hogy azoknak a science fiction íróknak, illetve filmeseknek a jóslata jön be, akik azt mondják, hogy megállíthatóak még ezek a katasztrófák. Ezek a Holnap után című film, azt hiszem ilyen, ahol jégkorszak elől menekülünk, ugye jön mögöttünk a jégkorszak, és annyira gyorsan, hogy szaladnunk kell előle, és hogy becsukjuk az ajtót, mögöttünk lefagy a kilincs, megfagy az amerikai zászló, miközben éppen persze nyilván dramatizált előle. És kicsit vicces dolgok, de Roland Emmerich általában nem csinál problémát abból, hogy a fizikai világ szabályait kicsit kifacsarja, meg a feje tetejére állítsa, hogyha mondjuk úgy tartja kedve, vagy lazán akkor izgalmasabb leszek. Igen, egy kicsit könnyed módon kezeli ennek a világnak a fizikáját. De nagyvonalúan. Hát, igen, de mi ezzel nem foglalkozunk, és nem is haragszunk ezért, hiszen oly jól szórakozunk, amikor a láthatatlan jégkorszak, a globális hideg, az így követi a hősöket, és hát szaladni kell előre. Pár milliméterre megmenekülni. Igen, hála Istennek, de ilyenkor mindig. Ez például nagyon jó, mert gondolj be, ha elkapna a lábát, és nem tudna már lépni, és akkor úgy lépne tovább, hogy így odafagyna a lába, és leszakadna mondjuk bokából, és mint akkor a Terminátor. Igen, de a jégkorszak miatt, hát hopp, elkaptam a bokádat, mondja a jégkorszak. Na hát igen. A lakberendezés, az is egy nagyon fontos frontja a jövő jóslásnak, a jövő tervezésnek, a jövő, mert amikor jósoljuk a jövőt, és tervezzük a jövőt, és mint egy demonstráljuk a jövőt, akkor ezáltal teremtjük is a jövőt. Ilyen módon valósítjuk meg a jövőt. Ezek a jövőnek az építőkockái. Amikor a 60-as, 70-es években figyeltem a,
lakberendezési tárgyakat, mondjuk a 70-es években már a saját szememmel figyeltem, a 60-as években azért általában azt lehet mondani, hogy a filmek segítségével, akkor azt láttam, hogy akkor ugye a 60-as éveknek volt a nagy trúvája az űrutazás, kijutottunk az űrbe. És azt figyeltem, hogy a 60-as és a 70-es években a lakberendezési dizájn is erre akart reflektálni. Tehát a belső tér az kezdett űrhajóra hasonlítani. Igen, ez a minimalista dizájn. Igen, és mi ihlette ezt? Az aerodinamika. Az aerodinamikai dizájn volt a 60-as, 70-es évek meghatározója, ami azért nevetséges, mert az űrben nincs is levegő. Tehát a űrhajót teljesen fölösleges áramvonalasra tervezni. Persze, nyilván el kell, hogy hagyja a légteret, tehát abból a szempontból nem árt, ha áramvonalas, de hogy az aerodinamika volt a meghatározója, tehát minden a levegőne, a levegő útját próbálta segíteni, hogy jól elférjen mellette, és ne törjön meg. És azt lehetett gondolni, hogy ez lesz a jövő. És aztán a 90-es években is volt egy retro a 70-es évek iránt, de ez a retro, ez sokkal inkább a színekben, meg az ízlet, mert nagy gallérok, tehát az egy jó, fogalmazunk úgy, hogy az ízléstelenségben valósult meg, vagy jelenítődött meg, az irdatlan nagy légyszerű szemüvegekben jelenítődött meg. De azt mondhatjuk, hogy a 90-es években és az ezredfordulót követő évtizedben már sokkal, de sokkal inkább a geometria ihlette a lakberendezést, a belső tereket, semmint az aerodinamika. Tehát most már nem az a szempont, hogy jól elférjen a levegő mellette, és jól teljesítsen az adott állólámpa, vagy szekrénysor, mondjuk a légellenállásnak a nyomását jól viselje, hanem sokkal inkább a geometriai formákra reflektál. Tehát az IKEA, azt gondolom, hogy az ennek a zászlós hajója. Vagy mondjuk az Apple Computer az ennek a zászlós hajója. Igen, és hát az interaktivitás, amiről beszéltünk, a beszélő hűtőtől a bútoron át, a beszélő falig és a fölle kapcsolódó, hangra kapcsolódó villany, minden megjelenik. Kaptunk egy SMS-t, azt kérdezi a kedves hallgató, melyik film is volt az, amelyikben úgy rombolták le a víz alatti bázist, hogy rárobbantották a fölötte lévő jégpáncélt? Tréfás. Hát szerintem ez a Haj meg máskor című James Bond film lehetett. Én arra emlékszem, hogy abban volt ilyen jégrárobbantásos, bázisos baromság. Ez a utolsó Pierce Brosnan féle James Bond film volt, azt gondolom. Nagyon kicsit reflektáljunk a David Bowie-ra is, meg a Space Oddity-re. Hát ez a nagyon para, ez a dolog, ez az egész science fiction, tehát hogy ez az egész, hogy így kiszabadulunk ennek a természetes közegünknek, a földnek az öléből, ami anyukánk, és ránk vigyáz, tehát hogy mi az anyaméhben vagyunk, vagy hogy fogalmazok, az Istennek a tenyerén vagyunk, tehát hogy mi ide lettünk teremtve, nem úgy van, hogy az ember az független a földtől, hanem a föld az az ember kiterjedése, tehát itt van az oxigén, itt van a víz, itt van a gravitáció, hát mi mindennek a nyomán vagyunk, tehát itt nem arról van szó, hogy van az ember, és hát majd az ember az majd ettől függetlenül, mert hogy ez a science fiction álom. Csak hogy a David Bowie-nál, itt a Space Oddity-ben ez már a science fiction rémálom. Tehát, hogy létrehoztuk ezt a technológiát, amely technológia majd minket függetlenít a gravitációtól, a víztől, a levegőtől, mindattól, amire szükségünk van, és kiszabadultunk, és akkor úgy érezzük, hogy ez a szabadság. Most végre felnőttünk Istenhez, ha úgy tetszik, ahogyan Ikarosz úgy képzelte, hogy ő majd most majd felnő Istenhez, vagy ahogyan mondjuk a Bábel tornya építői úgy képzelték, hogy ő most majd felnő Istenhez, most elérjük a napot. És aztán kiderül, hogy amit szabadságnak hittünk, az irdatlan nagy elveszettség. Egy hatalmas nagy elszakadottság, egy hajléktalanság. És nem találunk vissza. És ott lebegünk a semmiben. És aztán lassan elpusztulunk, mert ez a sorsunk, mert hogy leszakítottuk magunkat az egyről, arról az egyről, amihez tartozóak voltunk. Van az a James Bond film, a Csak kétszer élsz, a Sean Connery is James Bond, olyan régen volt szó róla ebben a műsorban is, ahol az űrhajóst, a gonosz őrült, mindig egy gonosz őrült elharcol a James Bond, az levág
saját űrhajójáról, és a szerencsétlen űrhajós ilyen lebeg az űrben. Hát a köldök zsinort elvágják. Elvágják. Hát Tom Őrnaggyal is ez történt a Space Oddity hősével. Azt hiszem, hogy ez a legsúlyosabb science fiction rémálom. Nem véletlen, ugyebár, hogy a kolonizációs science fictionok általában elég sötét tónusúak, ha mondjuk a bolygó neve Halálra gondolunk, ahol egy űrkolóniában ugye nem éppen barátságos fogadtatás várja az ott letelepedőket. Kétféle hozzáállás van ehhez. Létezik az optimista a hozzáállás, amely arról szól, hogy ezer és millió világ van még ezen kívül, ott is megtelepedhetünk, de miért is magunkra gondolunk, hiszen annyian vannak a világon, akiknek segíthetünk, elvihetjük nekik a jó hírt, hogy itt vagyunk, ha-hó, na, nem lesz gond a nap nélkül, messze leszünk a naptól, de vannak még napok, ezer és millió nap van, és ezer és millió földtípusú bolygó, ahol annyira érdekes, ilyen és olyan, persze vannak barátságtalan, meg barátságos, és ezerféle lény és ezerféle világ, nem kell, hogy úgy érezzük magunkat, hogy elszakad. Mi csak Kolumbuszok vagyunk, és keressük az új Amerikát. És újabb Amerikák ezrei és milliói várnak ránk, csak arra kell figyelnünk, hogy ne úgy viselkedjünk majd, ahogy Cortez viselkedett annak idején meg Pizarro, ne leigázzuk őket, hanem barátságosan nyújtsuk nekik kezet, ölelkezzünk, és az univerzum fényében fürdőztessük arcunkat a nagy barátságban és szeretetben együtt. Na hát ez az optimista science fiction szenárió, és akkor ehhez képest létezik Tom Őrnagy, aki keresi ezt a másik világot, de sehol sincs, csak a hatalmas irdatlan űr van, és semmi kapaszkodó, és ott döglik meg a semmiben, a nagy semmiben, a nagy érdektelenségben, és elszakadt attól a földtől, amelyik gondoskodott róla, amelyik részvétet érzett volna, hogyha ő beteg, amelyik teremtett volna az ő számára kapaszkodókat, vagy segítségeket a múltból, hogy mondjam, tehát itt a földi evolúció az termelt a mi számunkra megoldást minden bajunkra, hiszen generációk milliói éltek túl, mielőttünk különben mi nem is lennénk. Az űrben mindez már nem érvény. És ott van a másik oldala, ugye, amikor hozzánk jönnek. Hát igen, az se sül el sokszor jól. Hát abból a műfajból nekem a Támad a Mars a kedvencem. Véletlen, hogy inváziós esetnek igen. Is szokták hívni azt. Igen. Aztán ami még egy érdekes... Jaj, szia Robi, boldog névnapot kívánok, jó a műsor. Nekem névnapom van? Fantasztikus, gyerekek, ez igen, egy igazi ünnep, celebrate, hajrá névnap. Szóval, hogy létezik az a science fiction is, amely science fiction a vallás és a tudomány közti határt próbálja meg lebontani. Tehát, hogy a tudomány, ugyan Marxnál, Marx beszélt arról, hogy a mennyiség át csak minőségbe, és akkor jön a kommunizmus. Szóval, hogy és ezt a koncepciót ültetjük át a tudományba és a science fictionbe, akkor az körülbelül úgy néz ki, hogy van a tudományos technikai fejlődés, és fokozódik, és fokozódik, és fokozódik, és elér egy kritikus tömeget, átcsap, és akkor a tudomány vallásba csap át, és akkor megteremtődött például az android, amely már ember is már megkegyelmez nekünk adott esetben, hiszen átlépte a mennyiség a minőségi határt. Igen. Illetve hát, hogyha más szempontból nézzük a tudomány és vallás kapcsolatát, ugyebár a vallás az lehet egy érzelmi motivációs magyarázat arra, hogy miért élünk, a tudomány meg egy racionális magyarázat arra, és a science fiction az pedig azért jó, mert előfordulnak olyan esetek, amikor kibékíti ezt a kettőt, illetve összehozza. Hát a következő fél órában, ami még hátra van az adásból, a vallás és a science fiction határát próbáljuk meg lebontani, mint egy leomlasztani, mégpedig egy top 10-es lista segítségével, ahol a science fiction hősök és a szentek közötti párhuzamokat vizsgáljuk majd. Csordás Attilával, a Galaktika Sci-fi folyóirat munkatársával. A tudomány mozgatórugója is a tényeken alapuló vakhit, írja a kedves hallgató. Én azt tudom, hogy a science fiction meg mi közénk egyetlen egy fontos határkő áll, és ez pedig az, hogy nem vagyunk képesek végtelen erőforrásokat felhasználni. Mert ha végtelen erőforrásokat fel tudnánk használni, akkor itt és most tudnánk időben utazni meg, amit akarsz. Tehát, hogy bármit tudnánk. Csak jelenleg az erőforrásaink azok korlátozottak. De létezik egy technológiai kutatás, amely, hogyha megvalósul valaha, ami megvalósulhat akár 2 éven belül, akár 200 éven belül, sőt, az is lehet, hogy soha nem fog, hogyha jön egy sötét barbárkor, tehát hogyha lehanyatlik a civilizáció, és megint el leszünk ásva pár ezer évre, ahogyan ez már többször előfordult, például a középkorban, a Római Birodalom után.
Ez pedig nem más, mint a fúziós reaktor. Tehát az jelenleg is egy kutatás tárgya, hogy létre tudják-e hozni a fúziós reaktort. Jelenleg technológia, tehát elméleti síkon semmi akadálya nincsen. Az egyetlen probléma, hogy a fúziós reaktor olyan hőmérsékleten működik, amely hőmérsékletet jelenleg egyetlen a bolygón található anyag sem áll ki. Tehát nem tudjuk miből felépíteni a fúziós reaktort, mert szétolvad. Tehát jelenleg nincs olyan. Tehát a naphőmérsékletével kéne számolnunk itt a bolygón, ezt jelenleg a bolygón semmi nem állja ki. De ha sikerülne valamilyen plazma, mert már kísérleteznek azzal, hogy valami plazmakamrába zárják, ami nem anyagi vagy nem tisztán anyagi eszközrendszert jelent, most úgy csinálok, mintha értenék hozzá, akkor az esetleg megoldást jelenthetne erre a problémára. Egyébként a Star Trek univerzumában létezik ez, úgy hívják, hogy replikátor, azt mondod, hogy egy csészete a Lipton tea. Érdekes módon a fedélzeten utazóknak mindig ilyen 20. századi hobbiaik, meg 20. századi passzióik vannak. Micsoda véletlen. Igen, 300 évvel vagy 350 évvel a 20. századot követően mindig Lipton teát kérnek tejjel és cukorral, vagy nem tudom, mindig a mostani konkrétan, de mindenből, tehát az ilyen zenéket, ilyen klubokba mennek vissza, amikor éppen a holófedélzeten vannak, akkor mindig 20. századi helyeken szeretnek szórakozni. Ez iránt van nekik nosztalgiájuk. Na de, hogyha a mi replikátorunk, a valóságos eszközrendszer, a fúziós reaktor megvalósulna, akkor soha többé senkinek nem kéne dolgozni. És a science fiction nem álmodnánk, hanem írnánk minden nap. Hát ez most még csak egy álom, ami viszont a mi tervünk erre az utolsó fél órára, az, hogy ismertetni fogjuk veletek a science fiction hősöknek és a római katolikus egyház szentjeinek a meglévő, az irodalom történetben és a film történetében egyaránt meglévő párhuzamait. Olyan filmes science fiction hősöket és olyan római katolikus szenteket fogunk egymással párhuzamba helyezni, amelyeknek az életében, amelyeknek a sorsában nem elhanyagolható egyezésekre bukkantunk. Tehát, hogy itt igenis a science fiction irodalom az a nyugati kultúrának ebből a vallási univerzumából nagyon-nagyon bőkézzel merít. Egyszerűbben úgy is fogalmazhatok, hogy a filmes science fiction hősök azok római katolikus szenteknek az életét, a sorsát képezik le újra, valósítják meg újra. És hogy ezek hogy néznek ki, és hogy melyek ezek a hősök, és hogy melyek ezek a szentek, ezek a kérdések a következő mintegy 20 perc során fognak kiderülni azon a top 10-es listán, melyen a legscience fiction adaptáltabb szenteket gyűjtöttük össze. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. A 10. helyezett az Jeanne d'Arc, aki egy olyan szent, aki Ellen Ripley-nek, az Alien filmek hősének a képében termelődött újra. És hogy miben is hasonlítanak? Hát ez egyszerű és látszólag jelentéktelen parasztlányból, Jeanne d'Arcból neves harcos és vezető válik, akit végül mágián égetnek el a hite miatt. És ha megnézzük Ripley-t, ugye be egyszerű és látszólag jelentéktelen űrfuvarosból lesz egy csapat katona vezetője, aki aztán önként veheti vele magát a filmtörténet egyik legszebb halál jelenetében, ugyebár az Alien 3-ban, egy lángoló kohóban, miközben megszüli az anyakirálynőt az Alienekből. Tehát akkor arról beszélünk, hogy itt egy olyan csajról van szó, aki egy teljesen jelentéktelen egy közkatona, egy gyalog a saktáblán, akiből aztán érdekes módon vezér lesz. Tehát a gyalogból vezérré válik. Abszolút. A 9. helyezett mai listánkon Sárkányölő Szent György, aki a science fiction irodalomban Luke Skywalkernek a képében tér vissza. Legalábbis részben, aki ugye Szent György katona és pap, aki leginkább arról a legendás hőstettéről híres, mely során a tóban lakozó sárkánnyal végzett, ami tizedelte a közeli falut, és hát a Jedi visszatérben is biztosan emlékeztek rá, hogy a pilóta és Jedi Luke Skywalker egyik legfigyelemreméltóbb hőstette az volt, amikor végzett Jabba palotája alatti halálveremben lévő rankorral, ezzel a szörnyeteggel. Aha, tehát akkor az a közös Szent Györgyben, meg Luke Skywalkerben,
hogy mind a kettő egy egyházi vagy vallási funkciót is visel, és mind a kettő ezzel egyidejűleg meg egy katonai funkciót is hordoz. Tehát, hogy ő egyszerre egy beavatott személy, tehát egy ilyen egy kvázi szakrális vezető, mint Jedi lovag, illetve mint pap, és mindezzel egyidejűleg pedig egy katona, aki pedig harcol. Mégpedig a formátlan, nem is emberi gonosz ellen, tehát kvázi a sárkány ellen. Igen, hát persze itt már előjöhetne Luke Skywalkernél a megváltó szerep is, ami ugye a Matrixban vagy a Dűnében is előhozható, de... Vagy Klaatu esetében az, amikor megáll a földben. Igen, de... igen, igen. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Assisi Szent Ferenc, akinek a filmes megfelelője Jake Sully az Avatarból, ugye? Sully, igen. Sully? Sully-nak ha jól emlékszem, igen. Aha. Ő egykori katona volt, ugye Assisi Szent Ferenc is, akár csak az előző helyezettünk, aki az egyszeri életkedvért minden világi javáról lemond, a természet és az állatok védőszentje lesz, és ugye már Jake Sully is katona volt egykor, aki a filmben történt átváltozása után lemond a korábbi életéről, és elkezdi a természet és az élővilág megvédelmezésének a jegyében élni, illetve becsülésének a jegyében élni az életét. Persze egyéb források is felvetődnek Jake Sully karakterének, meg hát úgy általában az Avatarnak a vonatkozásában például szokták említeni a farkasokkal táncolót, például, vagy a Pocahontaszt, hogy az egész sztori egy az egyben a farkasokkal táncoló. Tudom, láttátok-e azt a papírt, ahol át van húzva a Pocahontaszt, a Pocahontaszt sztori lánya le van írva, és négy vagy öt szóval áthúzva, és egy az egyben az Avatarnak a storyboardja, az már meg is. Nem bonyolították túl. Hát igen. A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... Keresztelő Szent János alias Morpheus a Matrixból. Igen, ez az egyik legjobban ülő párhuzam. Ugyanis Keresztelő Szent János küzdelem és viszály idején is erős és bátor spirituális vezető tudott maradni, mutatott a messiás Jézusnak, és ő keresztelte meg a Jordán vizében. És ugyebár Morpheus is küzdelem és viszály idején is erős és bátor spirituális vezető volt, akit Neónak mutatott utat. A kiválasztottnak ő vezette be a Matrix rejtélyébe ezzel a szintén eléggé elhíresült jelenettel, amikor választania kell a két pirula közül. Uh-huh. És Neo a pirosat választja, és kérje a beavatást. Ahogy a Jézus is oda térdel Keresztelő János elé, és azt mondja, hogy meríts alá engem. Tehát akkor itt arról beszélünk, hogy Keresztelő Szent János, alias Morpheus, ő a király csináló. A beavatás szertartását. Ő az, aki megtalálja, ő az, aki az utat előkészíti, és ő az, aki a stafétabotot átadja a felkentnek, a kiválasztottnak, a megtestesültnek, a megváltónak. Hát igen, ez tagadhatatlan párhuzam, és eléggé vitathatatlannak tűnik. A toplista mai 6. helyezettje. Porreszi Szent Márton, egy kevésbé ismert szent, persze a gyakorló katolikusok körében nyilván ismert, akinek a filmes megfelelője Paul Atreides, a Dűne című regényből, illetve filmből, ugye Kyle MacLachlan alakította a Paul Atreides-t a David Lynch-nek a filmjében. És Porreszi Szent Márton egy nemes és egy volt rabszolga gyermeke, Szent Márton édesanyja és húga mellett nőtt fel, és kiváló tanuló volt, aki sok esetben túltett a tanárain is, és végül gyógyító csodatevővé és az elnyomottak bajnokává vált. És hát Paul Atreides is ugye egy nemes és az ágyasának, a Jessica-nak a törvénytelen gyermeke, aki édesanyja és húga mellett érett férfivá, az Alia és a Jessica mellett, és ő is kiváló tanuló volt, aki túltett a tanárain, és az elnyomott fremeneknek ugyebár ő vált a csodatevő bajnokává, egyfajta messiás figurává is. Uh-huh. Tehát akkor itt egy fattyúról beszélünk. Abszolút. Aki önmagában hordozza a nemesi vért, és ugyanakkor meg a közembert, vagy hát akár a rabszolgát, tehát az elnyomottat,
a jó az árt, az egyik esetben kvázi egy szeretőnek, egy prostituáltnak, a másik esetben egy rabszolgának, tehát egy alávetett jogfosztottnak a gyermeke, mindeközben pedig egy nemesnek a gyermeke, tehát egy kettősség van az ő vérvonalában, és ilyen módon gondolom a pszichéjében is, és akkor ő neki ebben a helyzetben választani kell, hogy melyik részére hallgat. Tehát egyszerre van meg benne a nemesi vér, és a képesség és az alkalmasság, és egyszerre van meg benne az elnyomottak öntudata, amelyre hallgatva megtalálja a többi elnyomottat, a nyomorultakat, a szerencsétleneket, akik a betegek, illetve ugyebár hát azok a fremenek, akiket kisemmisztek a bolygójukból, és az ő élükre áll, és az ő segítségükre siet, és egy csodatevővé válik az ő körükben, tehát hogy itt a párhuzamot azt tudjuk folytatni abban a vonatkozásban, hogy ő meghaladja azt a cselekvési rendszert, amelyben azok élnek és hisznek. Tehát, hogy ő valóban itt nem pusztán arról van szó, hogy szent életet él, hanem hogy csodákat tesz, és a csodák segítségével isteni beavatkozás révén segíti. Lesz ugye a Kviszasz Haderak, aki több helyen van egyszerre, igen. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon. Molokai Szent Dámien, aki a filmekben, a filmek világában, ő a District 9-ban található meg, Vikus van der Merveként tér vissza. Ez egy 2009-es, egészen konkrétan tavalyi film, a District 9, ahol ugye ez a rettenetes science fiction alien apartheid zajlik. Igen, és hát Molokai Szent Dámien, vagy Dámien karanténba zárt leprások között dolgozott, míg végül maga is áldozatául esett a fertőzésnek, és hát Vikus van der Merv is ugyebár a karanténba zárt idegen menekültek között volt, és ő is aztán végül is egy idegen eredetű fertőzés következtében maga is az áldozata lesz ennek a munkának. Tehát itt egészen konkrétan arról beszélünk, hogy valaki ott él a nyomorultak, a szerencsétlenek között, mert oda rendelték, de aztán ennek a nyomán hát így sorsközösséget vállal velük, miután ő maga is megfertőződik, pedig hát így ott pusztul el, és a teljes sorsában osztozik velük, de mindeközben pedig véghez visz valami nagyon fontosat az ő sorsuk érdekében, tehát hogy ott ő előmozdítja az ő sorsukat. Hát ez a párhuzamnak az alapja. Kaptunk néhány SMS-t. Megpihenve itt az 5. helyen. Bocs és minden tiszteletem, de ezeket a párhuzamokat állati erőltetetnek találom. Minden példa nagyon sántított eddig. Esetleg Morpheus, de csak a hite miatt, de ez is sok filmhősre érvényes. Például az öreg Obi-Wan Kenobi, aki meghalni is képes Luke-ért. Aztán kaptunk még egy SMS-t. Ezek a dolgok az alapvető emberi erények toposzairól szólnak, innen a hasonlóság, de biztos szerintem, hogy az említett filmek alkotói nem gondoltak a szentekre a készítés során. Nem is erről van szó, kedves hallgatók. Nem arról van szó, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ezeknek a szenteknek a sorsát és életét lelopták a készítők, és feldolgozzuk az életét egy science fiction filmben. Nem erről van szó. Ezeket a párhuzamokat mi azért keressük meg, mert úgy gondoljuk, hogy létezik egy kollektív tudattalan, az amiről Carl Gustav Jung beszélt, hogy igenis ezek a minták, ezek jelen vannak a mi tudatalattinkban, és tudatalatti alatt most nem azt értjük, amit lefolytunk, nem csak azt, hanem amiről valaha hallottunk, de nem az aktív gondolatainknak a körébe tartozik, hanem valahol ott van, beépült a lényünkbe, beépült a passzív tudatunkba, és ezek jönnek fel újra, tehát hogy nincs új a nap alatt, nincsenek új hősök, hanem a hősök, a hősség fogalomköre az állandó, és újra meg újra termelődik a kultúrtörténetben. Ahogyan például a korstílusok, régebbi korstílusoknak az értékeit merítik újra, és fogalmazzák újra mindazokat, ahogyan, mit tudom én, például az antikvitás visszatér a reneszánszban, és aztán pedig visszatér a klasszicizmusban, újra meg újra, és ahogyan például a középkornak az értékeire és az erényeire reflektálni tud a barokk, vagy aztán később a romantika. Tehát azt gondolom, hogy ezek a visszatérő elemek, ezek a kultúrtörténeten átívelnek, és azt pedig el lehet igenis mondani, hogy ahogyan hősöket képezett, és amilyen erényekből, és amilyen minták
pattern-ök alapján hősöket képezett annak idején a római katolikus egyház, úgy a science fiction mitológia is ezt teszi. Tehát mint egy újra termelődik jelenleg a science fiction világában mindaz a mítoszrendszer, amely annak idején a római katolikus egyháznak a körében dívott. Na, így azt gondolom, hogy már valamennyire érthető. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Szent Borbála és Leia hercegnő párhuzamát vetjük fel. Ugye a Carrie Fisher játszotta Leia hercegnőt a Star Wars eredeti Star Wars trilógiában, amelyre jó szívvel emlékszünk vissza. Igen, és a Szent Borbálát pogányapja addig hajszolt, amíg végül átadta őt a római hatóságoknak. Nem Borbála még akkor, ekkor sem árulta el a keresztény társait. Akár csak Leia hercegnőt, akit Sith apja Darth Vader addig üldözött, míg végül át nem adta a birodalmi hatóságoknak, és Leia szintén nem árult el, lázadó társait kitartó volt, ugyebár. Hát itt arról van szó, hogy van egy hősnő, aki menekül a gonosz és pogány apja elől, tehát a sötét pólus, ugyebár ami a katolicizmus számára a pogányság volt, az a Jedi, vagy a lázadó, vagy a szabad világ számára, ugyebár az elnyomó Sith birodalom. És itt van a vérvonalbeli kapcsolat, és mindeközben itt van az ideológiai ellentét. Tehát, hogy valaki igenis a hatalmi státuszát és a hatalmi jogfolytonosságot fölmondja az igazságérzetére hivatkozva, és már olyannyira is igaza van ebben, hogy ezt követően üldöztetésnek van kitéve éppen az apja által, aki ezt nem fogadja el, de még fogságban, de még a kényszerítő hatás alatt sem hajlandó föladni az ideológiai és érzelmi elkötelezettségét, még annak a nyomása alatt sem, hogy ő mintegy determinálva volna arra az útra, amelyet az apja az ő számára mintegy meghatározott. Hát ebben a vonatkozásban Szent Borbála és Leia hercegnő kapcsolat az kétségkívül valós. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. Ez Vianney Szent János, aki Marshall O'Neill képében tér vissza a filmtörténetben. Ugye Marshall O'Neill az a Sean Connery által játszott karakter a Gyilkos bolygó című 1981-es science fictionből. És Vianney Szent János pedig alacsony sorból származó férfi volt, aki iránt a feljebb valói nem sok reményt tápláltak, ezért egy félelső kis parókia igazgatásával bízták meg. Míg végül aztán egymaga megtisztította a kicsapongástól és az erkölcstelenségtől az intézményt. És Sean Connery ebben a szerepben, Gyilkos bolygóban pedig egy alacsony sorból származó férfi, aki iránt a feljebb valói szintén nem sok reményt tápláltak, ezért egy félelső bányászati kolónia igazgatásával bízták meg, ha jól emlékszem, a Jupiternek egy holdján. Aztán az, amit O'Neill egymaga tisztított meg a szervezet bűnözéstől. Itt arról van szó, hogy itt egy ilyen keménykezű rendcsináló emberről van szó, tehát ez egy konzervatív eszmény. A Jánosnak is, meg a Marshall O'Neillnek az esetében is. Egy olyan ember, aki saját erényeire, tehát a hozott értékekre hivatkozva tud nagy sikereket elérni közösséggel szemben igazából egy nagyfokú társadalmi mobilitás révén képes arra, hogy leszámoljon ami az erkölcstelenséget és a bűnt jelentette a katolikusoknak a értelmezési univerzumában, azt hívjuk szervezett bűnözésnek a jelen és a jövő kutatása folytán, amikor a science fiction világában kalandozunk. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Ugye Szent Pál és Klatu a második helyen. Klatu, ugye ő Michael Rennie, az Amikor megállt a Föld című filmből, aminek a remake-je nemrég készült el, és Keanu Reeves játsza. Ugye Keanu Reevesről tudjuk, hogy ő mindig a világ megváltó angyalt játsza, tehát akár a Kis Butha című filmben eljátszott a Buthát, aztán az Ördögügyvédjében ott is a megváltót játsza, aztán ott volt ugye Neo, ott is a megváltó, amikor megáll a fel, tehát őrá biztos kézzel lehet rábízni ezeket a szerepeket, mert nála szebbet, jobbat, meg olyan nyíltabb tekintetűt el se lehet képzelni. Igazából az ő személyében a nemek is így elmosódnak, így univerzális az egész figura, nem lehet tudni igazából, hogy egy csaj vagy egy srác, de az biztos, hogy olyan, mintha európai lenne, de nem, mert olyan, mintha kínai lenne, de nem, mert olyan éteri lény az egész Keanu Reeves. Tehát, hogy ebben az esetben ugye Szent Pál és Klatu párhuzamáról beszélünk.
Szent Pál nagy evangelista és egyházi misszionárius volt, aki nagy utat járt be azért, hogy vezeklése szólítsa fel az embereket a bűn iránti megszállottságuk és romlottságuk miatt. És hát Klátó is misszionárius a csillagokból érkezve, aki nagy utat járt be azért, hogy vezeklésre szólítsa fel az embereket a nukleáris fegyverek iránti megszállottságuk és romlottságuk miatt. És ez egy tipikus, ugyebár hidegháborús science fiction példa, meg hát azért itt azt is említsük meg egy fél mondat erejéig, hogy azért nem véletlen egy másik párhuzam sem, hogy a Klátó földi emberként a Carpenter asztalos nevet veszi föl, aztán miután megölik, föltámad, és visszajön, hogy még asztalos. Egy pár szót szóljon az embereknek. Ki is volt asztalos? Talán éppen Jézus volt, hogyha jól emlékszem, asztalos, igen. Konkrétan. Na most, lássuk csak. Én azt gondolom, hogy ez a szerep, amit itt most a Szent Párra testálsz, ez azért sokkal inkább egy ószövetségi szerep. Tehát ez a haragvó prófétának a szerepe, amit itt a Klátó képvisel, aki eljön és Isten szavát hozza, tehát ez a illés próféta, vagy a Jónás próféta, aki eljön és azt mondja, hogy Jónás, mert hogy ez a bűn, ami körülvesz minket, ez el fogja pusztítani az életeteket, ez el fogja a lelketeket emészteni, de most itt van az isteni kinyilatkoztatás, én elhoztam nektek. És itt nem arról van szó, tehát nem a krisztusi szerepről van szó, hogy de én bárány vagyok, amelyik fölmegyek a keresztre, és feláldozom magamat a bűneitekért, és megmutatom nektek az utat a megváltáshoz, hanem ez sokkal inkább a keresztelő jánosi szerep, vagy hát akár mondom egy ószövetségi prófétai szerep, aki azt mondja, hogy térdre mocskok, mondd, elég a bűnből, mert jön az özönvíz, ha úgy vesszük, vagy jön az isteni tűz, és akkor majd meg fogtok bűhődni kegyetlenül. Tehát, hogy ez mindenféleképpen ez a szerep, nehéz szentet, nehéz új szövetségi szentet találni ennek a szerepnek a betöltésére, mert ugye Krisztus után már nehéz ennyire haragudni, azt tudjuk. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Szent József, aki ugye Teofaronnak a képében tér vissza, az Ember gyermeke című, szintén nem régi, hát a 2006-os évben megfilmesített sztoriban. Clive Owen játsza Teofaront, aki a nevelő apa képében hozza nekünk ezt a párhuzamot itt az első helyen. Igen, Szent József kezdetben kelletlenül fogadja a hírt, hogy de végül mégis beleegyezik, hogy védelmezze Máriát és gyermekét. Egy fáradtságos utazáson mennek keresztül, amely során a Szent Szűz életet ad a csoda gyermeknek, az emberiség utolsó reményének. Férj, feleség és gyermek végül Egyiptomba menekül az üldöztetés elől, ugye a bibliai történet szerint, és a Teofáron pedig, akit először volt szeretője, Julian próbál rávenni arra, hogy juttassa ki a lányt Keith a biztonsági záralávon Britanniából, kezdetben tartózkodik, ám amikor rájön arra, hogy a lány terhes, mert ugye bár egy olyan filmről beszélünk, amiben már senki nem lehet terhes, beleegyezik, hogy védelmezze Keith és leendő gyermekét. Fáradtságos utazáson mennek keresztül ők is, mely során ki életet ad a csoda gyermeknek, az emberiség utolsó reményének. Teó ki és kisbabájának a tenger felé kell menekülnie az állandó veszélyt jelentő menekültáborból, és itt egy fél mondatba azért jegyezzük meg azt az érdekességet, hogy körülbelül egy időben ezzel készült egy másik film, aminek szinte ugyanez volt a története, csak ott Vin Diesel volt Clive Owen. Ez a Babylon AD, ami, ha jól tudom, nem jutott el Magyarországra, de lehet, hogy tévedek, írjátok meg, ha igen. Szóval, hogy itt arról beszélünk az első helyen, hogy a nevelő apa, aki az ember gyermekét segíti, és menekül, és védelmezi, és menekíti, és juttatja el biztonságba, hogy ő aztán ott egy új reményt hozzon az emberiség egy számára. Igen, igen, igen. Tehát itt a nevelő apa, most az ember gyermeke, hát kihívta magát az ember fiának. Hát maga Jézus, tehát ez már tagadhatatlan, tehát az ember gyermeke is. Ki az, aki nem genetikusan az apja, mert ugye az ember gyermeke az mindannyiunknak a reménysége, az ő apja az Úristen, tehát az ő fogantatása az homályba vész, az mindenféleképpen egy ilyen balladai ködbe vész. Az ő személye az mindenféleképpen a jövő záloga, és itt van velünk Szent József, illetve Teofaron, aki a nevelő apa szerepében van, az a férfi, aki bár genetikailag nem, de erkölcsileg felelős ennek a gyermeknek, mint egy a sorsában, tehát hogy neki az a sorsa, hogy őt megvédelmezze, és felvállalja ezt a felelősséget, és megvédelmezi az emberiségnek a jövőjét, az emberiségnek a megmentőjét, az ember gyermekét. Hát ez volt az a lista,
amely a science fiction hősöknek és a szenteknek a párhuzamát próbálta meg felvázolni a számotokra. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket. Én személy szerint nagyon köszönöm Csordás Attilának, a Galaktika Sci-fi folyóirat munkatársának, hogy meglátásaival és a véleményével megpróbálta elmélyíteni a műsor amúgy csekély szakértelmi bázisát. Én köszönöm, hogy jöttem. Legközelebb a jövő hét szombaton fogunk találkozni egymással. Ami persze nem jelenti azt, hogy vasárnap nem. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, itt a 98.6-os frekvencián a következő egy órában kifejezetten a hírek után zenét fogtok hallgatni, tegyétek is ezt. A következő egy hétre nagyon jó 98.6-os frekvencia hallgatást kívánok nektek. Jövő hét szombaton, vagyis 6 nap múlva újra itt leszünk. Sziasztok!